2023. január 6-a sokáig emlékezetes maradt számomra. Fantasztikus peca volt, amit valószínűleg soha nem fogok elfelejteni. Másnap, 7-én ismét kimentem, pontosan ugyanarra a helyre, mint előző nap. Délután értem ki. Na kérem szépen, itt vagyunk újra, ezen a csodálatos helyen, hátunk mögött a Balatonnal. Olyan ez nekem, mint a nirvána. Lényegesen nagyobb a köd, mint tegnap volt. Megpróbálkozunk vele. Az idő szép, hűvösebb van, jóval hűvösebb, mint tegnap is, olyan rendkívül nagy sűrű köd van. De hát ezért van a GPS, hogy ugye használjuk, és biztonságosan megtaláljuk az utat kifelé is, meg haza is. Meglátjuk, mi, hogy alakul a mai nap. A végén jelentkezem. Többet nem mondhatok. Ez az én a viszont hallásra. Azért lássuk be, hogy azért itt a köd az jóval nagyobb, mint tegnap volt, tehát azért ez nem is lehet kérdés. Hatalmas a köd. Köd előttem, köd utánam. Na mindegy, meglátjuk. Hamar rám tört a sötétség, ami félelmetesnek tűnik a téli Balaton hátán. De ilyenkor jön el az én időm, és a felszín alatt is ekkor kezdődik csak el igazán az élet. Halak megtalálásával nem volt probléma. Talán még többet is láttam, mint előző nap. Viszont nem tűntek becsaphatónak. Egyikük egészen a felszín alá követte a csalimat. Komolyan azon gondolkodtam, hogy hirtelen felkapcsolom a lámpát, hát ha farkas szemet tudok nézni az óvatos sárkánnyal. Majd talán legközelebb. Jóval hidegebb volt, a szél is kezdett egyre erősebb. Nagyon hideg van, oké, ezt elismerem. Annyi halat találtam, volt hal, találtam, nem azt mondom, hogy sokat találtam. De hogy egyik se volt képes az érdeklődésnek a legkevesebb jelét sem mutatja a hal. Gyönyörű a víz, nyilván csodálatos, tehát imádjuk ezt a vizet, de hát most a halakat fogni nem lehet. Eddig tükörsima víz volt, ott a holdvilág, tegnap jössz ki, sokkal hidegebb van, tehát valószínűleg ez az oka annak, hogy hatalmas nagy luptot és petlit ütünk ma. Sanyikám, azt mondd meg nekem, hogy ilyen, hogy légnyomás az így megvan süllőhorgászként, így szoktad nézni? Gyönyörű, hát ez a víz, ez itt a gyönyörű, hát ez a gyönyörű színe ennek a víznek, hát komolyan vannak. Vízi járművel. Azt mondják, nem is igazi horgász az, akinek nem történt ilyen a horgász engedélyével már. Hát, ilyen ez a popszakva, kérem szépen. Néha megesik az ilyesmi. Hát, egy kicsikét megázott. Tehát ez is benne van a játékban. Hát, így jártunk, gyerekek.
Sajnálkám, az izé. Azt mondd meg nekem, hogy a mókus... Ezután hosszabb szünet következett, és legközelebb csak február 15-én tudtam meglátogatni a Balatont. Már csak a kivételesen gyönyörű naplemente fényei miatt is érdemes volt kimenni. Egy korábban bevált pályát terveztem végigjárni. Süllőnek még csak a nyomát sem találtam. Sietve haladtam a sólyapálya felé, mert elkezdett körülöttem befagyni a víz. De legalább kijöttem, megpróbáltam, friss levegőn voltam. Na, jó lesz a húzó haza, mert hagylám Balaton. Ezután folytatódott a Desedával való se veled, se nélküled kapcsolatom. Hát akkor boldog keddet mindenkinek. Itt vagyok a Desedán. Iszonyatosan jó idő van, tehát 17 fok van. És hát bűn lett volna otthon ülni, most mutatom a szép hátteret. Meglátjuk, hogy mit hoz az a nap. Nagyon be vagyok fűtve. Nagyon hirtelen jött a meleg. Tegnap is már itt kellett volna lennem, de hát lusta voltam kijönni, vagy nem tudom. Most itt vagyok, és bízom a jó szerencsében. Süllő lehet, hogy nem fog enni, emiatt a nagyon-nagyon hirtelen jött meleg miatt, viszont a harcsa esetleg lehet, hogy jön. Úgyhogy természetesen akármi lesz is, apokalipszis, beszámolok az eredményről. Na, szereljük össze a Bryce-t. Ismét fogadkoztam, hogy jövőre nem váltam ki, én ide többet nem jövök, meg hasonlók. De persze végül mindig kiváltam, és mindig megyek, főleg, hogy annyit már sikerült elérnem, hogy szinte minden alkalommal érezhetem a kellemes és jellegzetes süllő illatot a kezemen. Igaz, a 2 kiló felettiek mindig kifognak rajtam. A Desedán legfeljebb egy süllőt lehet naponta megtartani, és csak 65 cm alatt. Nagyon helyes, mindenhol így kellene. Ennyi bőven elég. Számomra a desedai nagy süllő továbbra is álom maradt, de kihívások nélkül unalmasabb lenne az élet. Másnap ismét a Balaton következett. Ez alkalommal egy számomra teljesen új szakaszon próbáltam szerencsét. Leírhatatlan érzés, amikor még ismeretlen vízen vagy partszakaszon legelőször szállok vízre. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tegnap megpróbálkoztam ismét a Desedával. Hát nagyon szerény volt a végeredmény, de szép idő volt. Kisebb süllőt sikerült fognom, aki visszaúszhatott, és most újra a Balatonon, és megnézzük azt, hogy itt egy olyan helyre jöttem, ahol még soha nem jártam korábban, és most bekapcsolom szépen a technikát, megpróbálok szokásomhoz híven egy mélységtérképet készíteni, lássam, hogy hol jártam, hol nem jártam, még milyen messzire mehetek be. Úgyhogy próbálkozunk. Ma ismét versenyt futottam az idővel és nem nyertem, úgyhogy csak egy alkonyat táján tudtam kijönni. A tervem az volt, hogy előbb jövök, most így sikerült. Meglátjuk, hogy mit tartogat számunkra ez a szép, szép, szépséges, szép naplemente, amit ott mutatok is magam mögött. Úgyhogy mi meglátjuk. Beszámolok majd az eredményről. Nem lehet mindig halat fogni, nem fogunk, az se baj. Itt vagyunk gyönyörűen a naplementében, ez elég kell, hogy legyen a boldogsághoz. Tipikus, gyönyörű balatoni süllő. Gyönyörű konyhai méretű. Gyönyörű szép. Igen, hagyom.
Ez a bevágás kicsit szerencsétlenül sikerült, mert már nagyon felfelé tartott botnál érkezett az erőteljes kapás. El is törhetett volna a pálca, de szerencsére megúsztam egy spiccre való rátekeredéssel, amit megpróbáltam azonnal orvosolni. Szokatlanul erősen védekezett. Az egyre erősödő és a kajakomat lögdöső hullámok miatt nem tudtam pontosan lemérni, de 8,5 kg körül mozgott a kijelzőn a mért érték. Édes jó Istenem! Azt hiszem, hogy én megyek haza. Nem érem azt meg. A szél miatt kicsit kijebb húzottam, és lassacskán elindultam hazafelé. Talán még találkozom nagy sülővel. A pontos mérés ezúttal is lehetetlen volt, de az előzőhöz hasonlóan ő is egy 8 kg feletti szépség volt. Február 25-ével számomra le is zárult a téli süllő szezon. Egy szép hármas forma süllővel kezdődött az este. Akkor, hogy az úr mondaná, mennyi sokas vagy és népesítsd a Balatont. Majd előttem körülbelül 12 méternyire feltűnt egy brutális jel, amiből igen nagy süllőre gyanakodtam. Gondoltam, megpróbálom pelagic spin módszerrel. Sikerült tűpontosan mögé dobnom. Aztán, mikor a wobbler éppen a feje fölé került, határozottan rá is rontott a csalira. Igen komoly ellenállásba ütköztem. De sajnos két pumpálás után csalódottan, meg könnyebbülten tekertem ki a műcsalit. Ez szépen látszik a felvételen is. Na majd legközelebb. Kicsit később egy ötös forma, vertikális módszerrel becsapott süllő is lemaradt az utolsó pillanatban. De izgalmas horgászat volt így is. Tüskés hátú barátaimnak eredményes és háborítatlan ívási időszakot kívántam, és elmentem haza.